A SLAP gyakorlatainkat folytatva, az alapgyakorlatoknak a második része következőképpen néz ki. Az előző gyakorlatunkban megtanultuk az alapokat, és ezeket az alapokat ritmizálva vegyesen használjuk most tulajdonképpen. Következő, szintén párosítjuk az AD húrunkat, ED húrunkat, illetve az AG húrunkat. A gyakorlatunk az első example a következőképpen néz ki, melyet kottában meg is találhattok. Tulajdonképpen ez egy ti 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 ta ta szinkó pa ta ta ti 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 ta ta szinkó pa ta ta. Ez az alapgyakorlatunk, az első. Itt arra kell figyelnetek, hogy a szinkópánál két tépésetek van, melyet két ujjal is meg tudtok oldani, tehát két ujjal tépitek ki. Ti 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 ta ta szinkó pa. Tulajdonképpen ez lehet egy két ujjas tépés, vagy csak egy ujjal, de akkor arra figyeljetek, hogy ne üssetek már rá a hangszerre. A második example-ben a bal kéz szerepét fejtjük meg, illetve a visszacsapásnak a fontosságáról kapunk tanúbizonyosságot tulajdonképpen. Következőképpen néz ki a gyakorlatunk. A balkéz visszacsapás jelölése egy X, melybe van karikázva. Tehát megszólal az E hangunk, a visszacsapásunk egy X, melybe van karikázva, és az a visszacsapásnak az a lényege, hogy ne hammer-on legyen, tehát ne szólaljon meg hang, csak csapjunk rá hangszerre, mint egy lukas hangot képezve, és utána pedig egy lukas ütéssel zárjuk le a gyakorlatot, titita ritmizálással. Titita, 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 mindezt E húron, majd a negyedik után A húron is. A harmadik gyakorlatunk pedig az előzőből kiindulva szintén visszacsapás, csak tulajdonképpen nem távol állunk meg a végén lukas hanggal, hanem titit játszunk. Tehát következőképpen néz ki az example 3. Ez volt az utolsó gyakorlatunk mára, bízom benne, hogy fel tudjátok dolgozni a gyakorlatokat és elnyerte szimpátiátokat. Ha bármiféle kérdésetek van, jelezzétek fel, én bátran igyekszem válaszolni nektek a következő videóban. Kellemes napot nektek, és remélem, hogy a videó is elnyerte tetszéseteket, mely a Fábri Sokulisza titkairól